Ein Mann ohne Messer ist wie ein Hund ohne Schwanz. Tartja a német közmondás, ami annyit tesz magyarul, hogy egy férfi kés nélkül olyan, mint egy kutya farok nélkül. Ehhez tartva magam, mindig is volt nálam kés. Na, itt nem önvédelmi eszközre kell gondolni, hanem például egy svájci bicskára, amelyet mindig hordok magamnál. Ezt a normál méretű svájci bicskát most hirtelen nem jut eszembe ennek a típusa, de ugye egy nagy penge, egy kis penge, egy konzervnyitó, egy sörnyitó, dugóhúzó, és ez az ár jellegű dolog. Ezen kívül volt még számos késem, de egyiket se szerettem igazán. Például egy Spyderco szokott még nálam lenni, ami inkább hasonlít egy ilyen önvédelmi eszközhöz, ami nekem nem annyira szimpatikus. És például a Spyderco-nak, ha jól mondom, nem vagyok profi a témában, de hogy túl nagy az éltartása, túl vastag a pengéje, és emiatt például egy kartondobozt is nehéz vele elvágni, mert egyszerűen az ég forma miatt beleszorul a kartonpapírba. Winkler Robinak szeretem a videóit, a kedvenceim között van a csatornája, és ő egyszer tartott késbemutatót, és csodálkozva vettem észre, hogy ő is nagyon hasonló dolgot keresett akkor, hogy legyen egy finom eszköze, egy olyan kés, amit könnyű kinyitni, nem túl brutális, hanem egy finom kis kés. Ez volt a szempontom, de évek óta nem találtam igazán ilyen jó kést. Jó, nem kerestem napi szinten, de mondjuk évi egy-két alkalommal egy bevásárló központba bementem, és körbenéztem a kínálatot. Még nem ma, amikor szintén ezt tettem, akkor ajánlották nekem ezt, ha jól mondom, Almár márkájú kést. Bevallom őszintén, eddig nem hallottam róla. Pedig mindent megtudtam, egy elég híres késmárka. Azóta utána is olvastam, ez egy amerikai cég. Az alapítója egy zöld sapkás katona, és van köze a divathoz is, és eleinte katonai felhasználású késeket gyártottak, majd terjeszkedett a hétköznapi felhasználása vadász, horgász, konyhai és a mindennapi kések felé. És akkor nézzük, mit is találtam. Következzen egy unboxing videó. Nem tudom, hogy bicskáról szokott-e ilyen lenni. Minden esetre én most úgy gondoltam, hogy unboxingolunk. Ez az Almar Knives Ultralight Falcon elnevezésű bicskája, aminek a kódja AMK4124. Ez egy sorozat, ebből van egy kisebb darab és egy nagyobb darab is. Ez a középső kés, ez a Falcon elnevezésű, de nézzük, mi van a dobozban. Papír. Jó, ezt most inkább nem olvassuk el. És benne van a kés. Van rajta még egy cetli. Figyelem, extrém éles. Olvass el a tájékoztatót használat előtt. Hát ezt a felszólítást nem teszünk ennek eleget. És képeken nem jön át, legalábbis ahogy webben néztem, a képeket én biztos nem vettem volna meg, de kézben tartva, élőben nagyon szép, elegáns kis kés. A kinyitása egy, hát nem tudom mi ennek a megnevezése, ugye ez a könnyített kinyitás, rugós rásegítéssel. Ezt is nagyon kedvelem. Van rajta egy vékony kis klip. A klip természetesen áthelyezhető
megfordítható. Hát igen, én balkezes vagyok. Ezért szokták áthelyezni, de mint balkezes nekem nem a klip zavar jobban, hanem általában az, hogy a kereszt zár, az pont fordítva működik ilyenkor, mint az kényelmes lenne. Mit kell tudni erről a késről? Ennek a teljes hossza 18 cm, a penge hossza 8 cm, a penge vastagsága 2 mm. Így talán jobban látszik. Úgyhogy ez egy nagyon kis, könnyű, elegáns darab. Nagyon tetszik a markolata. Nem akarok túl nagy hülyeséget mondani, úgy tudom, hogy valami üvegszálas anyagból készül.